Soha sehol nem láttad még ezt a két autót így együtt. Ma mind a kettő javítunk egy kicsit. Képzeld el a szitut, amikor Michael Knight beül Bújtor mellé, és csak ennyit mond. Tíz csucsú. Újra brummog a V8. Ki látta a dökkesejűt? Ha már van egy zsigulin, motoszkál bennem a gondolat, hogy megcsinálnék egy-két jelenetet a filmből, vagy a filmnek szentelve. Viszont van egy kellék, ami elengedhetetlen hozzá. Nap azzal szórakoztam, hogy a zsiguli tetejére ilyen taxi emblémát, mondom, milyen menő lenne föltenni, mint régen a főtaxisoknak volt, mert most ilyen kis gagyi van csak, amit még a 90-es évek videóhoz. Ezt is én csináltam, fából van, meg látod, egy lap az egész. Nem kapsz csak ilyen 40-50 ezer forintért, én meg aztán biztos, hogy nem adok érte annyit. És azt csináltam, hogy kinagyítottam ezeket a képeket, és így vonatzóval lemértem, hogy mondjuk ez itt 45, megmértem a motorháztető szélességét, az azt hiszem a képen, mit tudom én, volt 15 centi, a valódi autóim meg 123, és én arányszámításokat csináltam, hogy ha a képen 55, akkor a valóságban mi. Szóval az a lényeg, hogy jött ki, hogy a főtaxi embléma körülbelül ilyen 20 centi széles lehet. Ez, amit itt látsz, ez egy 1:1 méretarányú nyomtatás, tehát az azt jelenti, hogy ide teszed a vonalzót, és nézd meg, ez 20 centi széles, tehát körülbelül ekkora lesz az igazi. Az, hogy ez még fából vagy fémből lesz, azt nem tudom, de rendesen meg tudom csinálni világítósra, mert ez egy átlátszó tábla. Itt kirajzolgattam már tollal a taxi feliratot, hogy legyen valami kerete, hogy szépen meg tudjam majd csinálni. A belsejének is nekiálltam egy kicsit. Nézd meg, koszos a szőnyeg, mindjárt mutatom, milyen lesz. Csak nagyon röviden érzékeltetem, tetendő, vagy... Na mindegy, szóval, hogy lásd. Így nézett ki az egész belseje, vagy az egész alja. Így vettem a kocsit, és ilyen miután megcsináltam a tisztító cuccal, meg a kefével. Azért van különbség, ugye? A mocsok, amit itt látsz a kocsi alatt, ez attól van, hogy elkezdtem becsiszolni ezt a hátsó sárvédőt ilyen nagyon óvatosan 2000-es papírral. Egész jó lett, a macsága az teljesen eltűnt, már valami fény is van, úgyhogy lesz ebből valami, még talán fényezés nélkül is. A mára betervezett melóm az ő. Kitakarom. Tetszik érteni? Kit takarom? Normális! Honnét tudjam, kérem? Megyek a jobb hátsó kerékhez, mert figyelj, mutatom. Novembertől márciusig el szoktam tenni, nem járok vele. Rossz időjárás, még rosszabb utak, se ABS, se kipörgésgátló nincsen benne. Nem kockáztatom. Erre az időre szoktam betervezni az esetleges javításokat, mint fényezés, alkatrészcserék, csinosítgatás. Az első rendszám tartom törött. Ragaszgattam, ehelyett akartam újat tenni, illetve a lerohadt hátsó kipufogó dobomnak az utódját megtalálni, és 3 éve ereszt a jobb hátsó gumim. Nem volt vészes, egy olyan néhány hét után kezdett el laposodni, de indulás előtt mindig csekkolnom kellett a nyomást, na ennek most vége. Természetesen a 4 hónapos pihenő utolsó hetére hagytam szinte mindent, úgyhogy first irány a gumis. Let's see how you do under pressure, oh! Ó, ez jó is, hogy levettem. Sokkal jobban hozzáférek a stabilizátor kitámasztóhoz, amiket megvettem már 1000 éven újba. Csak még nem feküdtem alá kicserélni, most nem kell alá feküdnöm. Valahol itt van, csak itt már alkatrészboltot lehetne nyitni. Merci cucc. Ez is merci, ez is. Szeletfelöltömítés, szerszám, kávészem. Ez az. Ez az új stabilizátor kitámasztó szett. Vettem 4-et, mert elő-hátul ezeken ugyanaz van, úgyhogy ez beugrik szépen. Kit be! És ugye már nem is kell mondanom, hogy ha csak gyorsan kicserélek egy stabilizátor összekötőt, amíg a kerék lent van, az megint nem úgy alakult, ahogy elképzeltem. Nézd, ott a flex, és itt a régi. Persze, hogy nem akart. Hiába oldottam meg a csavarokat, meg fújtam meg csavarlazítóval. Természetesen flexel kellett levágni a régi szart. Azt hiszed, keveset mész vele, és nem koszolódik a fék. Ez a sok retek, ez mind a bal hátsó féknek a takarításából jött. Már összeraktam, dob is megvan pucolva, minden. Ott a bal oldalon is az új.
Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. Hogy ez a defektes. Uh-huh. Ja, 3 hét alatt tereszt le. Valahol ebben van egy szög, vagy akármi, vagy csak simán belementem valahogy, nem tudom. De ugye a 3 hét alatt csontlaposra. Az van, hogy annyira pici csavar volt a gumiba, ilyeneket én szoktam elszórni. Lehet, hogy én csesztem ki magammal. Nem tudom, a kamera mennyire adja vissza, nézd! Hiába volt letakarva, ez full por lett. Ez alatt a mennyi novembertől február végéig 4 hónapot nem volt használva, de le volt takarva, és nézd meg, hiába van letakarva, tiszta por lesz alatta. És ahogy Tibi a lelkemre kötötte, ő az, aki polírozta, meg kerámiázta az autót, semmiképpen nem szabad ezeket rongyal törölni, úgyhogy irány a mosó és a vízsugár. Nézd, hogy megállnak rajta a vízcseppek. És hogy ne csak ilyen öncélú automosást lássál, hanem kapjál értékes információkat is, ez a szárazoló kendő a Temuról származik. Nincs vele semmi baj, tök jól leszedi a vizet, meg minden, csak a mérete az nem volt teljesen egyértelmű. Azt gondoltam, hogy olyan szabványméret, olyan méterszer félméteres. Figyeljetek oda, hogyha a Temuról rendeltek. Nem mondom, hogy rossz a cucc, csak a méreteket mindig tessék megnézni. Na, mi lett a kis csávó? Csík és cseppmentesre törölve. Jó van, jó lesz. És megint csak azt kell mondjam, nem röhög. Miért, hogyha te rád rátszolna a kocsimosás közben, hogy hozzál a boltból vadas alapot az ebédhez, akkor nem mész el? Függetlenül attól, hogy milyen kocsival vagy éppen. Jaj, olyan szép. Kipufogó szállítás előtt mindig kibéreljük rongyal a csomagtartót. Ilyen szerencsém csak nekem lehet ez. Épp hogy vele tudom. Kézzel egy ilyen 200 métert sétálni vele, annyira nem vicces. De cuki! Ezekség majd ki lehessen rajta állítani, jó, persze. Jó, persze. Jó. Csinálunk először egy folytottabb verziót, amivel halkabb, azt meg kell használni, hogy ez túl halk, akkor eljössz, jó. Kinyitjuk, kiveszünk. Körülbelül időben, árban mire számítsak? Hát időben az a baj, hogy azt kell mondjam neked, hogy ez egy 2-3 hét. Az nem baj, mert március 5-én jövök újra Pestre. Nekem akkor neked. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Köszi, hello. Körülbelül 2 hét, és lesz új kipufogó dobom. Olyat kértem, ami lehet állítani, tehát hogy olyan kicsit mélyebb, morgósabb hangja legyen, ne legyen teljesen gyári hang nélküli, de hogyha akarunk, akkor tudunk belőle kivenni egy lamellát, és akkor kicsit mérgesebb lesz, de még mindig nem adja el a város, meg nem fájdítja meg a fejemet hosszú úton. Az igazsághoz hozzátartozik ám, hogy ilyenkor, amikor itt vagyok Budapesten, most például ugye kipufogót csináltatni, azért igyekszem összeszervezni más programokkal is. Hát a mai az ilyen alkatrész beszerző körút lett. Nem mondom, hogy tele a csomagtartom, de mutatom. A csomagtartó, ahol az ideúton még egy kipufogó dob foglalt helyet, most alkatrész bazárként üzemel. Itt van egy nagyon szép, nem új, használt, de egy nagyon szép állapotú zsiguli disztárcsa.
aztán szerzeményen még egy buszpedál, nem buszpedál, a Zsigulinak a gázpedálja, ez a korai modelleken volt ilyen alulról jövő gázpedál, az enyémnek itt ilyen elfes lett a zajja, csúnya, úgyhogy azért gondoltam, ezt ki kellene cserélni, nagyon jó áron egy kedves ismerősömtől tudtam megvenni. Ebben az acskóban is disztárcsa, de ez egy komplet garnitúra, ezek ilyen olyan amolyanok, megnézem, mit tudok belőlük csinálni, ez most lehet, hogy csak tartalék lesz belőle, de a legnagyobb számot nem is mondom, amiért tényleg köszönettel tartozom valakinek. Ugye mutattam az elején, hogy én akarok kis főtaxi logót magamnak, és hogy majd leveszem a filmekből, meg mit tudom én, a mintát, méreteket. Ide nézd, mit kaptam. Ez egy eredeti főtaxi szabadjelző. Mindene megvan. Persze nem ajándékba kaptam, hanem le tudom róla venni a méreteket, a mintát, itt a gyári színét látom, hogy milyen volt a színe. Mátyásnak nagyon szépen köszönöm, aki féltve őrzött kincsként óvja ezeket, és most megtisztelt engem azzal, hogy kaptam kölcsönbe méretezés céljából egy ilyen cuccot. Doppergést kérek. Doppergést. Ja. Tadám! A 70-es, 80-as években használt, ma már fehér holló, ritkaság számba menő, Electris, magyar gyártmányú, rendőrségi sziréna. Ez volt a korai rendőrautók tetején. Ilyet már nem tudsz venni. Úgy képzeld el, hogy ezt a kettőt úgy tudtam megszerezni, hogy egy barátommal kellett vetednem 8 darabot egyszerre, és így tudott nekem is lenni belőle 2. A lényeg, hogy van, innentől kezdve lehet szirénázni. Mert ha adott esetben úgy döntök, hogy mondjuk egy rendezvényre, szeretném az autómat rendőrautónak beöltöztetni, és nincs meg az összes tartozék, akkor honnan lesz korhű szirénája? Talán...